videóban nem mondd el, hogy békön tettél. Miért? Szeretettel üdvözöllek itt nálunk a casting kanapén. Most pedig válaszolj néhány kérdésre, aztán vedd a ruháidat. Szevasztok. Sziasztok. Szeretettel üdvözlünk titeket. Most a zsírfóbiáról fog. Korábban régen volt már egyszer egy olyan videóm, hogy divat-e a dagadtság, és akkor ott volt olyan, hogy így jól megmondtam. Na most valami ilyesmi lesz megint, mert ez a hölgyemény itt talált egy új kifejezést, amiről beszélnünk kell. Szerinted így komolyan fognak venni? Persze! Ez az infotainment, vagy információt is adunk át, de azért szórakoztatunk is. Na szerintem kezdjük azzal, hogy miért nem lehet vitatkozni, amit állandóan szokott mondani Puzsér Robi cimborám is, hogy nem az van, mint régen, hogy akkor fogjuk az érveinket, és akkor ütköztetjük, és akkor vannak a, mondjuk az ilyen oldalak, mint a telt lányok oldala. És akkor leülünk beszélgetni, hogy ez hogy lenne, meg mint lenne. Nem, hanem mi zsírfóbiások vagyunk, és ezért ki vagyunk zárva a diskurzusból. Innentől kezdve nem vagyunk alkalmasak a vitára. És akkor így lehet megúszni azt, hogy beszélgetni kelljen, vagy hogy érvelni kelljen, vagy hogy esetleg még azt a vitát el is lehessen veszíteni, mert senki nem akar vitát veszteni, ezért inkább ne vitázzunk. Hanem ez ugyan, mint a politikában, te náci vagy. Nem beszélgetek veled, nem beszélgetek nácikkal, viszont látásra. Na hát ugyanilyen, hogy te zsírfóbiás vagy. Nem beszélgetek zsírfóbiással. Miért vagy zsírfóbiás? Erről mesélsz nekem egy kicsit. Mondd el a véleményed a zsírfóbiáról, vagy meg az a videó, amit küldtél, azt nézted? Jaj, ezt az orvososat, igen, a Dr. Mark. Ja, néztem, és konkrétan arról volt szó benne, hogy a Redditen meggyanúsították, hogy ő zsírfóbiás, azért, mert szeretné, hogyha a páciensei egészségesek lennének, tehát lefogynának, és ezáltal kevesebb ilyen health risk, mi az magyarul? Egészségügyi kockázat. Ja, kevesebb egészségügyi kockázatuk lenne, és inkább arra szentel figyelmet, hogy megelőzze a problémákat, és nem a kezelése, mert neki is egyszerűbb. És akkor egyből jött az, hogy mert ő az időben korlátozott étkezést támogatja, meg a ketodiétát, meg ilyeneket, és akkor ő egyből már zsírfóbiás, és hogy lehet egy orvos ilyen, hogy ezeket a dolgokat támogatja? Hát hogy? Egy orvos hogy támogathatja az egészséget? Nem is értem. Miért akarnék egészséges lenni? Akkor mi dolga van az orvosnak? Úristen. Aha. Nem értettem én se. Amúgy szerintem nem az van, hogy több hülye van a világon, mint régebben. Csak hogy az internet szót adott nekik. Igen. meg összegyűjtik egymást. És ilyen Facebook oldalakon gyűlnek. Igen, meg csoportot csinálnak. Szóval most van lehetőségük a hülyéknek így átvenni az uralmat. Igen, aztán boldog-boldogtalan mondja a saját okosságait. Ja, és akkor boldog-boldogtalan meg is osztja. És akkor már nincs az, hogy mit tudom én, az értelmiség, akármilyen területen, nem csak a mondjuk a politikában, de a tudományban, vagy de a tudománynak sincsen súlya. Most lehet, hogy a hatalmas nagy fasságok több megosztást kapnak, mint egy tudományos kutatás, vagy egy értelmes, hasznos dolog. Hát sőt, olyat is látok, hogy megosztanak valami hülyeséget, és meg se nézik a kommentekben, vagy amúgy mindenki leírta, hogy amúgy ez már bizonyítottan baromság, és még úgy is megosztják. Meg kamu, de azért megosztják, mert nem olvassák el meg a kommenteket se. Mindegy, mert zsírfóbiás vagy. Azt sem tudom, minek jöttél. Ebben a háza zsírfóbiások nem tehetnék be a lábukat. Zsír az jó. De az érdekes, hogy mindenben ugyanez van, hogy ők egy szélsőség, és akkor át akarnak rugdosni a másik szélsőségre, tehát hogy mi elvileg ilyen fitness nácik vagyunk, akik mit tudom én, leszárítják magukat, meg biztos színpadra. Te is a színpadról jöttél most, nem? Ja, meg koksz, meg minden. Bikini fitness modell vagy. Nincs olyan, hogy egyik vagy a másik, hogy középen. Nincs. Vagy dagat vagy
izom király. Ez van. De hát vagy megfelelsz a médiának, és ilyen... Hát attól függ, melyik médiának, a telt lányok oldalán nem az. Az nem. De az nem, nem, nem arra a médiára, a Victoria's Secret-re. Ja. Csak azt szeretném hirdetni, vagy így mondani, vagy így véleményt formálni, és elmondani, hogy a testzsír százalékkal kapcsolatban, hogy a túl sok se jó, meg a túl kevés se, mert a túl soknál nagyon egyszerűen a keringési rendszernek szar, meg a szervek bezsírosodnak, és akkor meghalsz. Ha pedig túl kevés a zsír, főleg a lányoknál, lányoknak alapvetően, már lehet, hogy ez is szexista és felháborító. Ez már a kinéző irányába megy, ez de... már nem az az irány, ez már nem az az irány. Ez felháborító és szexista, de egy nőnek több zsírra van szüksége, mint egy férfinak. Jó, mondjuk, hogyha abból a szempontból mondod, hogy azért egy gyerekvállalásnál számít, hogy valakinek mennyi zsírja van. Igen, igen. Mert alapvető egészség, a hormonok jól működjenek, igen. Meg a menstruáció is egy csomó ilyen nagyon fitnesses lánynál lehet ezt hallani, hogy annyira túltolt az edzés meg a szákásítás, hogy hát a menstruáció az abban maradt, ilyen-olyan problémák alakultak ki, szóval az se jó, hogy a túl sok a zsír, meg az se a túl kevés a zsír. Akármilyen felháborító ez a gondolat. Hogy mertél ilyet mondani? Hát ez mindenkinek basszus. A maga joga. Hát persze, basszus. Mindenkinek joga van. Fogadd ahhoz, el önmagad. Hogy beteg legyen. Amúgy tényleg azzal nem is baj, hogyha, vagy azzal nincs is baj, hogyha egy nő azt mondja, hogy én leszarom, és akkor nekem ez így jó. Az oké, okay, de hogy elkezdi mondani, hogy szarjátok le ti is, és csináljátok ti is így, ahogy én, az már nem olyan jó. Na, az igen. Ja, de a telt lányok oldalán is, és most az jobb, hogyha meg nekiállsz a vékony lányokat piszkálni. Most ez ugyanúgy a ló túloldala, hogy a vékony lányok piszkálják a kövér lányok meg a vékony lányokat, és akkor közötte meg vannak azok, akik egészségesek viszonylag, meg egészséges a testösszetételük, és akkor így két oldalról jön a... Ja, de az volt az idegesítő amúgy, amikor én felnéztem a telt lányok oldalára, hogy nem is csak a sima vékony lányokat, hanem a sportoló lányokat baszogatták azzal, hogy mert te nem tudod igazán elfogadni magad, és azért sportolsz, mert utálod magad. Te is mi? Ja. Hát szerintem meg akkor utálod magad, hogyha nem foglalkozod eleget a testeddel. Meg az egészségeddel. Hát, ezt mondhatod, de te zsírfóbiás vagy. Ezt innentől mindenre rá lehet mondani. Ezek így működnek, az ilyen jó kis mondatok, ezek mint egy ilyen, a kártyajátékban az ilyen aduász, oh, hogy tényleg. Ki lehet csapni. Ilyen fitness ital. Nem ilyen vízfóbiás, nem vagy. Ez fogyi víz? Igen, van benne citrom. Akkor ettől le fog menni a zsírom. Jó lenne. Nincs is benne cukor. Tényleg nincs. Így szeretem. Gyömbér van benne, citrom és narancsmenta. Meg víz. Jó. Szkol. Kávéjába kér cukrot, csak mondom. Tegyük tisztába a dolgokat. Komolyság, komolyság. Nem fogok így komolyan menni, de annyit, hogy néz ki. Tényleg zavarja a te haja, hogy szépen be van állítva. Én csak összefogtam. Hát de az enyém nem tud olyan lenni, ha összefogom. De neked több hajad van, és az jó. Ez igaz. Most mondd el a véleményedet, hogy szerinted mennyi zsírnak kéne lenni egy nőn, de nyilván most nem egy pontos, precíz százaléka, csak úgy szerinted mi az egészséges tartomány. Vagy te ezt hogy határoznád meg? Tehát, hogy van egy nő, aki nézi ezt a videót, és most ő nem tudja eldönteni, hogy az, ami rajta van, az egészséges-e, vagy hogy kell-e fognia, vagy nem kell-e fognia. Ezt nem az orvosnak kéne inkább elnönteni? Miért kéne orvoshoz lenni egy átlagembernek, hogyha csak így nem biztos abban, hogy elég zsíros-e. Mert épp ezért, ami megy mindenhol, hogy ezek azt mondják, hogy fogadd el magad, sőt, legyél még zsírosabb, a másik, hogy legyél ilyen kurva pálcik, a harmadik meg, hogy pörögj a rúgdon, és akkor street workout. Pörögj a rúgdon. Nem az a lagúdon. Tök nehéz kérdés. Igen.
Régen magamról se tudtam eldönteni amúgy. Mindig azt hittem, hogy ilyen óriási nagy sonkáim vannak, és le kéne belőle fogyni. Közben amúgy nagyon nem. Úgyhogy... Hogy változott meg ez a véleményed? Hogy jutottál el oda, hogy jobb lett az ön képed, vagy önértékelésed, vagy hogy már nem láttad magad dagatnak? Még mindig dagadtak látodnak? Nem. Nagyon sokat számít az, hogy amikor edzek, akkor nem érdekel az, hogy dagadt vagyok-e vagy sem. Jó, amúgy ez se igaz, mert amikor saját testrőjel csinálsz valamit, akkor érzed. Eléggé. Akkor az eléggé meghatározza, de nem tudom, amúgy amikor Cagliden edzettem, akkor mondták, hogy hát szerintük még fogynom kellene, mert hogy akkor könnyebb lenne az edzés. És hogy még fogynom kéne a zsíromból, meg ilyenek. És nem értettem. És erre azt mondtam, hogy először... Meg lehetni alacsonyabb is, és akkor könnyebb lenne. Meg ne legyen lábad, és akkor meg lesz a plancs. Az a baj, hogy lányoknál ez nehéz. Mert érted, jön a menstruáció, aztán megint jön az, hogy felpuffadsz, meg fáradt, vagy nehéz neki. Ti még így egy hónapon belül is változgattok össze-vissza. Igen, és az a baj, hogy emiatt nem lehet egyféleképpen megállapítani azt, hogy akkor te most kellene, hogy fogy, vagy nem. Mert ott van a mérleg, ott van a leméred a testet különböző pontjain a zsírt, hogyha tényleg nagyon objektívan akarod nézni, mert szerintem az a legjobb megoldás most, ha magadnak nézegeted, hogy hűha, hát izé. Hanem akkor tényleg nézed az arányokat, nézed a testzsírt, megnézed a súlyodat, testtömegindex, stb. Tehát, hogy így a sok-sok dologból fog összeállni az, hogy akkor te most megfelelő tartományban vagy. Mert az a baj, hogy ez a testtömegindex se annyira pontos, mert most még szednék fel pár kiló izmot, aztán már régen azt írnál, hogy túlsúlyos vagyok. Az a baj, hogy igen, az átlaghoz hasonlít, és nem veszi figyelembe az izmot. Hát, hogyha izmos valaki, akkor ugyanúgy berak, hogy te túlsúlyos vagy. És szerintem én azt szoktam javasolni mindig, hogyha kérdezik, hogy a tükör is, meg a mérleg is, meg a centi is együtt. Igen, jó. Mert hát... most külön-külön egyesével az így becsapós, mert hogyha szarabb hangulatod van, akkor rondább vagy a tükörben, meg dagadtabb vagy. Ha meg jobb hangulatod van, akkor azt mindenkinek de jól nézek. És ez is változó, meg a mérleg, hogy éppen mennyi víz van rajtad, mik lettél, vagy mennyi szénhidrátot ettél, és akkor az mennyi vizet kötött meg. Ez a mérleg önmagában az a legnagyobb terror, ami nagyon sok nő ezt csinálja, hogy minden reggel áll a mérlegre, és akkor, hogyha kevesebb örül, ha nem, akkor meg szomorú. Anyukám. Én anyukám is. Jó.